A nagy formációk színpadpróbáit, valamint a selejtezőket és a reményfutamokat követően ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 13. Databox Kupa országos akrobatikus rock'n'roll táncverseny döntője. A rendezvény a Magyar Táncsport Szakszövetség 2022. évi tavaszi verseny idényének kiemelt megmérettetése volt. A kizárólag leány és női formációk 9 versenykategóriában mérték össze tudásukat a táncparketten. Itt van a Magyar Táncsport színejava, akrobatikus rock'n'roll versenyen vagyunk. Kizárólag hölgyek vannak ezen a versenyen, de több mint 500-an, 9 versenykategóriában versenyeznek, és ennek a versenynek a sajátossága az, hogy azok a magyar versenykategóriák, amelyek nem kvalifikálnak világszövetségnek a világversenyeire. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kategória, mert ezek mind magyar találmányok, mind magyar versenykategóriák, és ugye cél az országos ranglista első helye. Az összes páros kategória, children-től a felnőtt A kategóriáig, benne van már a világszövetség repertoáriában, tehát ez a lényeg a dolognak, és ezek a kategóriák, ugye 6 kis formációs kategória, tehát 6 főtáncol, és 3 nagy formációs kategória versenyez, de mint mondom, több mint 500-an vannak hölgyek, és nagyon jól táncolnak. Igazán ez a szezon első versenye, amikor rendezőként nekiálltam a szervezésnek, nulláról indultam. Tehát fogalmam sem volt, hogy milyen új versenyző csapatok lesznek, de kitolták a nevezési határidőt, hétfő évfélig, tehát 4 napon volt erre a mai rendezvényre, és nagyon jó csapatok jöttek el, és nagyon sokan felkerültek mondjuk juniorból a felnőtt kategóriában, és nagyon jó akrobatikákat hajtanak végre. A rangos eseményre 24 hazai klub 620 táncosa küldte elnevezését. Mi a Tornádónak az egyesületéből érkeztünk Budapestről, inkább Budaörsről, és jelenleg 3 formációval mutatkoztunk be, vagyis hát már nem mutatkoztunk be, mert már öreg rókák vagyunk, úgyhogy a Ladies Contact-szel egy kis formációval, 2 formációval is indultunk, az egyik, amiben táncolok is, illetve a nagy formációnak a másik fele, őket is én tanítottam, és én készítettem a koreográfiát, illetve majd a Ladies Contact-szel nagy formációban is még lesz egy produkciónk, az István a király, ott pedig 15-en fogunk színpadra lépni, és remélem, hogy olyan akrobatikákat mutatunk majd be, hogy mindenkinek leesik az álla. 3-4 éve mondom, hogy abba adjon, mert én már 29 éves leszek idén, úgyhogy 22 éve táncolok, és 17 éves korom óta tanítok, tehát most már több mint 10 éve, úgyhogy jelenleg még aktívan versenyzek, ebben az évben még biztos, és utána is szeretném a formációkat tovább vinni, úgyhogy nevelni az utánpótlást, de abszolút a contact style kategória az, ami a szívem csücske. Köszönjük szépen a rendezést, a pécsi versenyt, nagyon színvonalasak, és szeretünk idejárni, kicsit messze van, de mindig összekötjük egy kis csapatépítéssel, úgyhogy szívesen jövünk máskor is, mert azt gondolom, hogy nagyon jól össze van rakva a program, az egésznek tök jó a hangulata, jól lelátó, úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni, hogy itt lehettünk.